érzés, ami így tűnik el, minden perc megvisel. Korai jön arra várva, hogy talán lehet jobb reggel, hát a más lesz, pedig legbelül csak így múlik minden, és senki nem ébreszt fel. Van olyan, hogy március végén esik még a hó, olyankor néha látom az arcod, mielőtt elalszom. Nem kereslek már, mert tudom, hogy így a jó, nekem is lesz majd egy másik új kedvenc altató. Egy kedvenc altató. Megírtam már sok utolsó messenger üzenetet. Köszöntem el már százszor. Aludtam egyedül párszor. Más lesz mostantól. Nem én keltelek fel. Van olyan, hogy március végén esik még a hó. Olyankor néha látom arcod, mielőtt elalszom. Nem kereslek már, mert tudod. Vendégünk Káfangler Péter és Verók András. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok. Hello, hello. Több hónapnyi kreatív munka után most az eddigektől eltérő, a 80-as éveket idéző hangzással tértetek vissza. Ez a dal és a készülő lemez is e köré épül majd. Mi az, ami a leginkább megfog titeket ennek a korszaknak a zenéjében? Hát főként az Andris hatásról, úgyhogy szerintem majd beszélt róla, gyorsan válaszolok azért én is, hogy egy pár évvel ezelőtt azért ez most elég nagy divat így a kinti zenékben, hogy a 80-as évekhez visszanyúlnak, nem csak a szinti popra értem, hanem elég sok ilyen dobhangzást tekintve, és nekünk is nagyon megtetszett, és most nem azt mondom, hogy azt a zenét hallgatom csak, amit az Andris mutat, de nagy hatással van rám, és én nagyon rápörögtem erre a témára, és aztán így alakult, hogy erre ebbe az irányba megyünk most. Igen, hát nyilván a szintik, amik annyira vannak, azok az ilyen jellegzetes klasszikus szintetizátorok, amiket akkor használtak, azok nyilván megfogtak minket, meg én mind gitáros eleve azt az ilyen igazi gitáros hősködést, azt most így megint megszerettem, így sok év nem úgy gitározás után most megint szeretnék, és szerettek úgy gitározni, ha éppen sikerül. Úgyhogy igazából ez az, ami így elvitt minket ebbe az irányba, meg valahogy is szeretünk volna egy más fajta dolgot is csinálni. Meg egyébként, még ha lehet rá még válaszolni, hogy nem igazán volt azért kiforrott az egyes lemezfel a másodiknak így a zenei világa. Próbálkoztunk, azért így az akusztik pop vonalon indultunk el, ahogy ez sok zenekar teszi Magyarországon szerintem, ez az akusztikus gitározós, Mumford & Sons-os cucc. Viszont most ezt sokkal igazibbnak érzem, ami nekünk jól áll, ilyen hitelesebbnek. Tehát ez egy kicsit talán őszintébb, ami jön tőlünk. Beszéljünk egy kicsit az altatóról, ez egy nagyon érzelmes dal. Hogyan született? Jól érezzük itt, hogy... A Peti írta, úgyhogy... Igen. Ja. Peti, ez saját ihletettségű? Igen, szerettünk volna már nem szerelmes dalt írni 20-szor. Nem sikerült. De nem sikerült. Hát az ember így belelép ezekbe a pocsolyákba, és akkor utána... És nem tud kilépni belőle, nem? Mindig vízes marad a cipője, és akkor tovább viszi. Pocsolyába léptem, ugye? És a lényeg az, annak nagyon örülök, hogy egy ilyen tök jó hangzást sikerült belőle kihozni. Egyébként is egy akusztikus gitáron született, először egyébként a szöveg született, meg aztán a zene hozzá, és azért ez tök jó volt, emlékszem, amikor az Andrisnak átküldtem először a szöveget, akkor mondta, hogy azért ezt érzed, hogy ez akkor szerinted is jobb, mint amit szoktál, tehát hogy azokat nem szoktuk megcsinálni. Úgyhogy lényeg az, hogy igen, nálam volt a toll. Készítettetek ehhez egy image klipet is. Mi az a hangulat, amit meg akartatok mutatni?
Hát igen, tehát igen, ez a válasz. Igen, lényeg, hogy nem a fekete, és ezt igazából azt a Ricsi, aki rendezte a klipet, ő volt az, akinek az ötlete volt tulajdonképpen ez a fajta. Igen, nem akartunk egy ilyen sport, ugye Solymári Waldorf iskolában zenélünk ebben a klipben, és image klipet szeretünk volna, de valami érdekességet szeretünk volna bele, nem egy ilyen tornacsarnokos klip, ahogy egyébként a punk zenekarok szokták csinálni, de ezt kifeszítettük, ezt a nylon fóliát, megvagdostuk füst, fények, és ez lett. Készülőben van a harmadik lemezetek, hogyan álltok ezzel, és stílusában itt már azért felvezettük, hogy a 80-as évek hangzásvilága fog rajta megjelenni, de még mondjuk mi minden fog rajta lenni, akár mondani valóban, akár lesz több olyan dal, Peti, amit majd te fogsz írni, vagy te írtál? Van igen, ilyen is rajta. Még nem vagyunk vele kész, de ezerrel rajta vagyunk, hogy kész legyen, még a lemez bemutató koncert előtt meg lehessen hallgatni ezt a... Ami június 10-én lesz az Akvárium Klubban. Hogyan készültök erre az? Hát legfőképp így, hogy meg akarjuk írni a dalokat. Szeretném befejezni a lemezt. Én egyébként sokat gondolkozok ezen, így naponta pár órát, és próbálom kell nem rástresszelni. Lehet, hogy 5 dal fog kijönni, lehet, hogy 6 addig. Ez egy lemezbemutató, ez egy Fanglers LP lemezbemutató, és a mostani állapotunkat fogjuk megmutatni, de hogyha addig egyébként csak 4 vagy 5 dal készül, akkor nem fogunk megfeszülni, hogy azt a 6-at is felrakjuk a lemezre, hanem az majd kijön egy hónap múlva. Lesz-e vendégetek ezen a koncerten? Igen, a vendégzenekar Turn Signals lesz, és velünk pedig Bartók Máté fog végig, majdnem végig a koncerten szaxofonozni. A Valhallóból és a Talk Tonight-ból ismerhettek. Mondhatjuk azt, hogy azért a 2021-es év nem csak nektek, hanem nagyon sok zenekarnak azért hát nehéz volt. Nem volt annyi koncert, mint amennyit szeretetek volna. 2022, ha mondjuk csak a nyárnál maradunk, mennyire van telítve akár a nyári naptár? Egyelőre pontosan ugyanannyira van telítve, reméljük, hogy így a lemez bemutató és az új lemezen felbuzdulva majd egy kicsit. Igen. Kicsit azért ez a szám, ez meg tud majd nőni. Olyan lelkes búkereket keresünk magunk köré, akik hívogatnak, hogy ráértek jövő. Na, azt a viccet félretéve, nincs sok koncertünk lekötve, de azon vagyunk, hogy minél többet játszunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, sok sikert a lemez bemutatóhoz. Köszönjük szépen. Sziasztok.